Az embernek az a benyomása, hogy minket itt teljesen hülyének néznek. Az úgynevezett politikai elit csak a saját gazdagodásán gondolkodik. Több százmilliós tinderre rúgó közpénzt költenek el. Azt nagyon jó lenne tudni, hogy ezek a pénzek, amiket ez rengeteg pénz, amit befizetünk adóba, vajon mi is történik vele. Azt szeretném, hogyha az állam a látványos és hatalmas összegeket felemésztő patyomkin beruházások helyett szociális bérlakás programot indítana. Szeretném, hogyha az állam az én adómat az integrált oktatásra költené. A nagyüzemek helyett ténylegesen a családi gazdaságokat támogatná, lehet, hogy másokkal előrébb tartanánk. Azért fontos szerintem nagyon az átlátszó munkája, hogy mindenki tudja, mindenki értse azt, hogy mire mennek el a közpénzek. És a hatalom ne hihesse, mindent megtehet büntetlenül. Rettegjen Rogán attól, hogyha kiderülnek az ingatlan mutyiai. Félhet Vide Ildikó attól, hogyha fény derül arra, hogy miként vettek részt a navosok az áfa csalásban. Egyre több ismerősöm külföldre költözik mostanában. Úgy döntöttem, hogy maradok. Vállalkozóként visszaadhassak annak a közösnek, ahonnan eddig kaptam. Ahhoz, hogy a rendszerből kifolyó dolgokról kiderüljön, hova mennek, az átlátszó nagyon nagy segítséget nyújt. Ne gondolhassák, hogy ez pusztán pár száz ember belügye. Támogasd adód 1%-ával az átlátszó.hu-t. És belássunk egy kicsit a kulisszák mögé. Az átlátszó.hu léte a fontos ebben a pillanatban. Utána mennek ügyeknek, nem vélemény vagy egyéb cikket írnak. A titkokat hagyjuk a hálószobádba. A közélet legyen átlátszó, támogassátok az átlátszó.hu-t, adótok 1%-ával.